Nem koronavírus fertőzte meg azt a kínai nőt, aki hétfő este lázasan érkezett a Liszt Ferenc repülőtérre. Az előírásoknak megfelelően azonban megfigyelés alatt tartják a Szent László kórházban. Rajta kívül összesen 8-an vannak karanténban, mindannyian tünetmentesek. Jöjjön most egy rövid összefoglaló, aztán Keresztes Zoltánt, egy Wuhanban élő magyar zeneszerzőt kapcsolunk telefonon. 39 fokos láza miatt szúrták ki a hőkamerák a kínai utast hétfőn este a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A magyar tartózkodási engedéllyel rendelkező nő január közepén hagyta el Magyarországot, és most jött vissza. A kórházban a nőn kívül 8 férfi van karanténban. Egyikük egy egyetemista, aki közel 2 hete maga hagyta el a veszélyes kínai területet, tünetmentes és 2 nap múlva haza is mehet. A vasárnap este hazaérkezett 7 magyar állampolgár is jól van, semmi nem utal arra, hogy fertőzöttek lennének. Egy Wuhanból velük utazó belga állampolgárnál azonban kimutatták a koronavírust. Közben a repülőtér után 6 schengeni közúti határátkelő helyen, Csanádpalotán, Röszkén, Tompán, Udvaron, Letenyén és Ártándon is ellenőrző pontokat állítottak fel, a rendőrség és a mentőszolgálat közösen. Ezek azok a határátkelők, ahol a tapasztalatok szerint érkezhetnek kínai turistacsoportokat szállító buszok. Az ORFK 6 érintett határátkelő mellett a többinél is biztosítja a dolgozók védőfelszerelését, mint például a víz nélküli tisztító és fertőtlenítőszert, maszkot, kesztyűt. És a telefonvonal túlsó végén van Keresztes Zoltán zeneszerző, aki Wuhanban tartózkodik. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó reggelt kívánok! Zoltán, miért nem jött vissza Magyarországra ön? Hát ennek 2 fő oka van. Az egyik az, hogy a kedvesem kínai, és hát nem akartam őt semmiképpen itt hagyni. A másik oka pedig az, hogy itt igazából egyedül vagyok a színházban, aki a zenei vezetői teendőket ellátom, és nincs helyettesem, és hogyha esetleg úgy adódik, hogy valamilyen csoda folytán itt a közeljövőben elkezdenénk játszani, és nem tudnék visszajönni időben, akkor ez egy nagyon komoly probléma lenne. Mert hogy most nem tudnak játszani, ugye? Nem jár ki, vagy ki jár már az utcákba? Nem. Hát a kedvesem egy tegnap előtt az állatot először elmerészkedett a 3 kilométerre levő metróáruházig, mert azt kb. Egy hete megnyitották, de hát üres polcokat talált. És hát igazán én még nem merészkedtem ki, megmondom őszintén, én itt otthon dolgozom. Uh-huh. Milyen felszerelésben ment ki a párja? Hát körülbelül úgy, mint ahogy a Holdra szálltak annó. Hát ilyen fonder jellegű, az én nagy ecsőkabátomat húzta föl, védőszemüveg, játszott az én úszószemüvegemet, egy ilyen jó minőségű maszkot szűrővel, gumikesztyűt, és hát több rétegű ruhát. Amúgy, aki kimernek... Amúgy, akik kimernek menni, elmerik hagyni az otthonaikat, elmernek menni boltba, ők mondjuk tudnak vásárolni megfelelő védőfelszereléseket, vagy azt is teljesen kifosztották már? Azt már nagyon régóta nem lehet kapni, semmi ilyesmit. Tehát még a zárlat előtt a párom a zárlat előtti egy nappal elment vásárolni, és 7 darab maszkot sikerült találnia, és az volt az utolsó. Azt árulja el nekünk, Zoltán, hogy ugye mi azért messze vagyunk onnan. Az ember ilyenkor a nemzetközi sajtó híreiből indul ki, meg amikor mondjuk szerencséje van, és mondjuk tud ott tartózkodókkal beszélgetni. Mi az a valós helyzet, amiről mondjuk nem nagyon írnak ott sem, nem nagyon számol be a média, de attól az még ott van? Hát ami a legsúlyosabb helyzet, az a kórházakban. Ott az elég tragikus. Hát itt azért járnak, vagy itt a közösségi médiában a helyi WeChat-en azért sokszor kapunk ilyen elrettentő videókat, hogy milyen állapotok vannak, hogy a betegek a földön fekszenek, és ott várják gyakorlatilag a véget. Nincsenek ágyak, hát most ugyan fölhúzták ezt az új kórházat, ahol 1000 ágyat biztosítanak, de hát ugye csak Wuhanban már lassan 10 000 fertőzött van, tehát ez igazából
sokat nem változtat a helyzeten. És hát, igen? Nem csak azt akartam kérdezni, hogy akkor az a maradék 9000 beteg, ha 1100 ágy van, akkor ők hol fekszenek, vagy hol vannak, vagy hogy vannak ellátva? Hát a kormányzat már tervezi 3 vagy 4 újabb ilyen hatalmas kórház felhúzását, és hát ez igazából meg fog történni, csak hát az a kérdés, hogy ha ilyen tendenciával növekedik ez a száma, megfertőzöttek száma, akkor kérdés, hogy utód tudják-e érni önmagukat. Most önök ott a lakásban, ugye azt mondta, hogy már több mint 2 hete nem jött ki a lakásból. Milyen tájékoztatást kapnak, milyen úton-módon kommunikálnak önökkel? Mennyire fegyelmezettek más emberek, például mennyire tartják be a szabályokat? Az emberek nagyon fegyelmezettek. Azok, akik kimerészkednek az utcára, mind megfelelő rendelkeznek. Az emberek tartják a távolságot, nem mennek közel egymáshoz, nem érintkeznek. Tehát a fegyelem az megvan, de ugyanakkor tehát a félelem az azért óriási, tehát az érezhető. Azt hadd kérdezzük meg, Zoltán, ugye, hogy nyilván önök is valamennyi időre előre be tudtak rendezkedni itallal, étellel, élelmiszerekkel. Na de mi van akkor, hogyha ez elfogy? Most arra gondolok, ugye, hogy akkor a kényszer azt fogja kívánni önöktől, hogy mégiscsak merészkedjenek ki az utcára, a boltokba, ahol azt mondta, mint például, hogy a metró áruháznak a polcai teljes egészében üresek. Hát igen, ez nagyon jó kérdés. Hát egyelőre mi 4-6 hétre be vagyunk tárazva. Mondjuk ez a kínaiakra nem igazán jellemző, mert ők ugye minden nap vásárolnak friss zöldséget, friss húst, és még aznap meg is eszik. Tehát ez valószínűleg, hogy a kínaiaknak ez egy hatalmas érvágás lehet. És hát hallunk is olyan ijeszteréseket, hogy vannak emberek, akik éheznek, de egyszerűen nem jutnak élelmiszerhez. A kormány azért már tett lépéseket, mert vannak néha ilyen rendőrautókat lehet látni hangos bemondóval, akik tájékoztatják a lakosságot, hogy amennyiben valakinek szüksége van, akkor írja a lakóközösségnek a közös képviselőjét, és jelezze, hogyha valami probléma van, mert ők akkor az ellátmányt ezt megpróbálják biztosítani. Még egy dolog, nem sok időnk van már, nem tudom, mennyire egyezik meg a valósággal az, amit a kínai hatóságok mondanak. Ezt azért kérdezem, nyilván ezt onnan önnek a lakásból nagyon-nagyon nehéz megítélni, de itthon olvashatunk arról, hogy nagyon sokáig titkolták, hogy ekkora a baj, ugye egy orvos meg is büntettek, retorziót kapott, aki figyelmeztetett előre a koronavírusra. Tehát mekkora igazság van abban, amit a kínai hatóságok mondanak? Hát ez abszolút, hát ez mondjuk ismert a kínaiakról, hogy amennyire tudják, tompítják a híreket, és hát a helyiek szerint is ezek a számok, ezek jóval magasabbak, tehát a fertőzöttek száma. Arról találgatnak, hogy a halottaknak a száma vajon mennyire valós, hát ezt majd a jövendőben ez talán kiderül. Önök hány áldozatról tudnak, miről beszélnek? Hát áldozatokról a kínai médiában nem igazán beszélnek az áldozatokról. Vannak fórumok, ahol ezt meg lehet tudni. Tehát mi a híreket egyébként a nyugati médiákból tudjuk. Zoltán, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Vigyázzanak magukra. Viszontlátásra.